Sziasztok, én a Nezvék, és elérkeztem a következő videóba, és a mai videó egy nagyon érdekes videó lesz, ugyanis többen mondtátok nekem, hogy szeretnétek női sorozatgyilkosokról, gonosztevőkről, bűnözőkről is videót látni, és a mai videó egy ilyen lesz, ugyanis ma egy magyar sorozatgyilkos nőről fogunk beszélni, egy tipikus fekete özvegyről, özvegynek olyan női sorozatgyilkosokat nevezünk, akik a saját családtagjaikat, szeretteiket, gyermekeiket, férjeiket, szeretőiket általában haszonszerzés céljából ölik meg, legtöbbször mérgezéssel. Úgyhogy a mai szereplőnk nem más lesz, mint Elek Margit. Elek Margit 1914. június 10-én jön napvilágra. Magyar családon Károly és Rozália gyermekeként. És érdekesség, hogy neki volt egy testvér. Elek Károly József, ez csak egy ilyen kis érdekesség. És ők nagyon sokáig Makón éltek, az Attila utcában. Hát viszonylag szegénynek számított azért Margitnak, már egészen kiskorától kezdve dolgoznia kellett. A testvéréről annyit tudunk, hogy 1944. októberében a II. Világháború alatt eltűnt, majd 56-ban nyilvánították halottnak, és amit még fontos kiemelnem, hogy Margit 1938-ban vették észre a skizofrénia tüneteit, és ekkoriban kezelték is ezt. Később elszerződött Nagy Ferenchez, aki egy makói baromfi tenyésztő volt, ám ők valamint összevesztek, és ebből munkaügyi per lett, amit Margit meg is nyert, ezért jó borsos összeget kapott, 14 ezer forintot, amit később visszaforgatott, vagyis vett egy házat Szeged Rókus város részében, a Hétvezér utca 38/B-en lévő épületet, és ezt az épületet teljes mértékben megvette. Foglalt el az alaksort, viszont a város vezetősége a ház többi részét szociálisan rászoruló személyeknek szánta, ami eléggé bosszantotta Margitot, ugyanis ő ennél jóval több pénzért akarta kiadni azokat a lakásokat, legalábbis ez volt eredetileg a terve. Korábban Elek Margit többnyire nőkkel folytatott szerelmi viszonyt, pont 1950-ben megismerkedett Barna Mihálya, akivel 1955. januárjában össze is házasodott Szegeden, és ez a férfi kéményseprőként dolgozott. Rá kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól gazdálkodtak a pénzükkel, és sikerült egy házat venniük Debrecenben. Lét ellenére viszont Margit nem öltözött szebben, jobban ugyanolyan szegényes, rongyos szakadt ruhákban járt, mint ezelőtt. Ugyanott élt a földszinti szobakonyhás lakásában a Hétvezér 38/B alatt. Amit fontos kiemelnem, hogy 1952-ben újra elkezdték észrevenni Margitnak a skizofrénia tüneteit, amit újból egy zárt intézetben kezeltek. Ki spoiler, a legvégén őt elmebetegnek fogják nyilvánítani, és lipótmezőre fog kerülni. Ezért én gyanítom, hogy ilyenkor is ott kezelték őt, de ez így zárójel bezárva, erről nem találtam pontos információt, hogy hol kezelték, de ebből adódóan szerintem lipótmezőn ekkor is. A házaspár 8 éven keresztül élt együtt, ám az 1950-es évek második felében Barna Mihály állapota kezdett megromlani, és ekkoriban oda is hívták magukhoz szintén segítségszoruló édesanyját, ugye Barna Mihály édesanyját, és így éltek. Viszont Margit őket nem tudta ellátni, ezért segítséget hívott, mégpedig Biczók Lajosnét, aki ott lakhatott ingyen a házba, cserébe segítenie kellett igazából a férje és az anyósa körül. Végül 1958 áprilisában meghalt Barna Mihály, nem sokkal később az édesanyja is, és itt nem bizonyított, hogy Margit ölte meg őket, viszont nagyon gyanús körülmény az, hogy nagyon hamar egymás után haltak ők meg. Margit még férjének a halálának az évében megismerkedett egy bizonyos Varga Sándorral, aki eléggé tehetős volt, elég jó birtokokkal rendelkezett, és Kiszomborba költözött a pár, viszont itt nem áll meg ez az egész, ugyanis emlékeztek még Biczók Lajosnére, aki ugye segített ellátni a feladatokat a volt férje és az anyósa körül. Na, térjünk egy kicsit vissza hozzá. Na, ő még mindig a Hétvezér utcában lakott, ami eléggé szúrta a szemét Margitnak, illetve volt egy végrendelet,
amitben az volt, hogy mindent Margitra hagy halála után a nő, és 1958. október 10-én egy vízbe feloldott gyógyszerrel elkábította a nőt, majd megfojtotta. Hallotti kémi szemle alatt felfedezték, hogy itt bűncselekmény történt, és tartóztatták Margitot, viszont nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy bűnösnek ítéljék, így végül őt elengedték. Ezek után minden ingóságát a nőnek igazából felvette. Viszont térjünk vissza egy kicsit a párra, 1959. novemberébe, ahol kis Zomborban ez a pár összeházasodott, és nagyon fontos kiemelni, hogy Varga Sándor Margitot nevezte meg kizárólagos örököseként, és nem telt el 2 hónap, mikor Margit úgy döntött decemberben, karácsony körül, hogy kimegy a határba csattanó maszlagért, ami igazából egy ilyen gyógynövény, és ha kismértékben alkalmazza valaki, akkor jótékony hatással bír, ám ha ezt valaki túladagolja, akkor méregként funkcionál, és a karácsonyi vacsoránál a székelykáposztába ezt belekeverte, amiből maga a Varga Sándor, illetve a családtagjai, Varga Sándor családtagjai is ettek. Nem sikerült őket eltenni lábalól, ám utána mindenki megbetegedett, és jó asszony és feleség módjára egy jókora levest főzött a férjének, amiben szintén mérget kevert, majd 1960. január 6-án a férfi elhunyt, utána mindenét felvette utána Margit, minden vagyonát végül értékesített, visszaköltözött Szeged Rókusra. Ekkor a Margitot már nagyon-nagyon zavarta az, hogy tanácsi bérlők rakják a Hétvezér utcai házat. Ekkoriban kezdett el nagyjából Szeged újraépülni a tiszai árvíz és a háború után, és rengeteg új munkalehetőség jött létre ekkoriban, ami rengeteg embert vonzott a városba, főleg ipari munkásokat, építőmunkásokat, és őket akarta ugye elszállásolni ott fönn. A bérlőknek általában 2500 forintért adtak ki a lakásokat, még ő nagyjából egy ilyen 100 forintért éldegélt ott az alaksorba. Ott is sikerült rábeszélnie arra, hogy elköltözön, viszont nem mindenkit tudott távozásra bírni. 1963-ban vagyunk következőnek, amikor elérkezünk a sorozatgyilkosság következő állomásához, és itt az utcabeli Szigel Anna lesz az áldozat. Ő egy 73 éves betegeskedő nő. Itt Margitnak sikerül rábeszélni Annát arra, hogy eltartási szerződést kössenek. Ez sikerül is Margitnak, és nem sokkal miután megkötötték a szerződést, már elmegy egy sírköveshez, és megrendeli a sírkövet Annának, ami eléggé fura egybeesés. Majd 1963. március 14-én szintén a vízbe feloldott gyógyszerrel, majd a megfojtással teszi el láb alól Annát, és ezek után ugye rászáll a vagyon és a ház is. Minden, a rendőrök itt nem gyanakodnak bűncselekményre, itt nem derül fény arra, hogy gyilkosság történt. Viszont ekkoriban már tényleg nagyon-nagyon zavarja Margitot a tanácsi bérlők jelenléte a lakásban, mert tényleg ő sokkal nagyobb pénzért tudnak kiadni azokat a lakásokat a városba özömlő építő munkásoknak, és tényleg ez már nagyon szúrta a szemét, hogy volt néhány lakó, aki egyszerűen nem akart onnan elköltözni. Volt Tóth Pál Mihályné is, ő egy 76 éves özvegyasszony volt, és ő egyáltalán nem akart onnan elköltözni, viszont Margit a szokásos taktikáját alkalmazta, eltartási szerződést köttetett a nővel, majd nem sokkal később, 1968. júliusában ugyanezzel a megmérgezős folytásos módszerrel megölte az áldozatát, viszont itt annyira brutálisan bántalmazta a nőt, hogy a nőnek eltörtek a bordái, amit a halotti szemlét végző orvos is észrevett, és rögtön értesítette a rendőrséget, hogy itt viszont bűncselekmény történt. Margitot letartóztatták és bíróság elé állították, és a tárgyalás akkora sikernek örvendett, annyi érdeklődőt vonzott, hogy jegyeket is árultak a tárgyalásra, ami szerintem elég érdekes, ugyanis én ilyesmiről még nem nagyon hallottam. És fontos, hogy a házkutatás során több dolgot is találtak, a takarékkönyvét Margitnak, ami 99.200 forintot tartalmazott, és fontos azt kiemelni, hogy ő sose vett ki a bankból pénzt, mindig csak belerakott. Házkutatás során, ugye a Hétvezér utca 38/B háznak a házkutatása során több emberi koponyát is találtak, ami arra enged minket következtetni. Maga Elek Margit ásta ki közeli rókusi temetőből, és ő ezt azzal indokolta, hogy ő úgy gondolta, bár ő nagyon babonás volt,
hogy az összetört kopolya csontokból, ha ő készít egy bájitalt, egy főzetet, az igazából a férfiakat szerelemre gerjeszti, és szerelmesek lesznek belé. Több asszonynak is igazából el tudta adni, és ezt továbbadta, és el tudta hitetni emberekkel, hogy ez így van. Nagyon babadás volt, és ezért gyűjtötte ezeket a kopolya csontokat. Margit valószínűleg további gyilkosságokat is tervezett, ugyanis több kilónyi ilyen maszlagot találtak meg a lakásában, és nem hagyták annyiban ezt az egészet, exhumálták Barna Mihály Varga Sándor Szigel Anna holttestét, és egy kivételével, ugye az első férjének a kivételével mindegyiknél megállapítható volt a mérgezésnek a ténye. Azt is észrevették, hogy az 1958-ban meggyilkolt Bicók Lajosné végrendelete egy teljes hamisítvány volt. Azt maga akkori vőlegénye, ugye Varga Sándor fogalmazta meg, írta le, ugye Margitnak, ez tiszta hazugság volt, ez egy hamisítvány. Mikor megkérdezték, hogy miért csinálta ezt, akkor Margit azt mondta, hogy őt a humanizmus vezette, és igazából csak segített ezeknek az embereknek, ugyanis azt látta rajtuk, hogy nekik már a földi lét terhes, és igazából csak megszabadította őket ettől a tehertől. Továbbá azt mondta, hogy a Magyar Népköztársaságnak is segített ezzel, ugyanis hasznot nem hozó nyugdíjas állampolgárokat tett el a föld színéről, amivel igazából tényleg csak segített nekik. Nyilván ez ugye nem igaz, és nem ez a jó felfogás. És ekkor megtudták, hogy Margitot már kétszer kezelték elmegyógyintézetbe, és ezek után Margit nyilván egy percet nem töltött börtönbe, hanem az élete hátralevő részét Lipót mező töltött a Lipót mezei elmegyógyintézetbe egészen haláláig. Arról nem találtam információt, hogy mikor és hogyan halt meg. Azt írták, hogy elbeteg Lipót mező, de dátumot arról nem találtam, illetve hogy hogyan meg ott, hogy élt, stb. Szóval arról nem találtam információt. Viszont a Hétvezér utca 38/B területen található házat lebontották, és ma már egy modern lakóház áll a helyén. Na hát ennyi lett volna már ez a mai videó, nagyon remélem, hogy érdekesnek találtátok, hiszen egy picit azért más volt, mint az eddigiek. Nem csak egy úgy volt, de egy szokványos sorozatgyilkosról beszélhetünk, és ugye nő volt, és szintén ugye magyar, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg szegediek vagytok, esetleg rókusváros résziek, akkor hallottatok erről az esetről, van-e valami közvetlen sztoritok, történetetek az esettel kapcsolatban, beszélnek erről, vagy de hallottatok-e róla valamit, vagy ez így mennyire van ott, vagy volt benne régen a köztudatban, amit esetleg meséltek nektek, vagy nagyon bájtok, vagy valami. Úgyhogy erről nagyon kíváncsi vagyok. Mindenképpen írjátok be nekem kommentbe, illetve hogy mit gondoltak az esetről. Zárójelben elmondanám, hogy ne haragudjatok a hangomért, ha nagyon picit ilyen nyögvegyelős és reket volt, vagy tényleg olyan fura, de egyszerűen nagyon meg vagyok fázva, és köhögök, úgyhogy nem vagyok a toppon, de megpróbálom nektek kihozni ebből a maximumot. Úgyhogy én már Aniz voltam, vigyázzatok magatokra, jó suli kezdést, hatalmas ölést küldök, puszi!